November 1-e és 2-a, azaz minden szöntek és halottak napja az elhunytakra emlékezés ünnepe. Ilyenkor szokás a sírok megtisztítása, virággal díszítése, ám sokan már az ünnepek előtt pár nappal rendbe rakják hozzátartozójuk sírját. Az ünnepek előtt szoktunk, de ugyanakkor ünnepek napján is eljövünk, de akkor már csak pászál virággal, gyertyával megemlékezünk a szeretteinkről. Hagyományosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi sírkertjében, így a nyíregyházi temetőkben is hosszabb nyitvatartásra számíthatnak azok, akik meg akarják látogatni szeretteik sírjait. Fokozott nyitvatartással fogunk a hozzátartozók rendelkezésére állni. Reggel 7 órától este 8 óráig lesz nyitva a temető. A gondnokság és a szolgáltatóiroda is hasonló módon üzemelni fog ezeken a napokon. A forgalomkorlátozást nem tervezünk, csupán a vasárnapi napra. Ez azt jelenti, hogy reggel 10 óráig bejöhet még az autó a látogatóval a temetőbe, de 11 óráig minden autót ki kell vinni a temetőből, és utána már nem lehetséges a gépjárművel való közlekedés a temető területén vasárnap. A nyíregyházi temetőkben közel 80 ezer sír található, ezért több mint 100 ezer embert várnak az ünnepek alatt a sírkertekbe. A nagyobb forgalom miatt a közterületfelügyelők, a polgárőrök és a rendőrök, valamint a rendőrségnél közösségi szolgálatot teljesítő diákok is járőrözni fognak a következő napokban. A nagy tömegek nyilván vonzhatják a bűnelkövetőket, akár alkalmi bűnözőkről vagy bűnelkövetőkről beszélünk. Tehát fontos, hogy figyeljünk arra, hogy értékeink megfelelő helyen legyenek, nagy tömegben, általában egy zárható belső zseb vagy egy fogott magunkhoz szorított táska az biztonságosnak tekinthető. Tömegközlekedési eszközökön fontos figyelni táskára, értékre, hogyha a pénztárcában ott van a bankkártya, nem szabad mellé felírni a PIN kódot, a temetőben pedig, aki hozzátartozók sírját gondozza, akkor is figyeljen az értékeire. Az előző évekhez képest idén jóval kevesebb a virágárus és a virág is az ünnepek előtt. Az idén kevés a virág a szárazság miatt, nem sok árus van, most is látszik itt a területen, elvitte az aszály a meleg, azért egy kicsit drágábbak a szálas virágok. Ezt felismerve a legtöbb emlékező igyekszik tudatosan kiválasztani azt a helyet, ahonnan virágot vásárol. Én Domrádról jöttem, ott 250 forint egy krizantin, de viszont itt azt hallottam, hogy 400 forint. De már akkor az szép nagy. Attól függ mindig, hogy milyen nagy a virág. A megyei temetkezési vállalat igazgatója arra is felhívja az emlékezők figyelmét, hogy biztonságosan például száraz falevelek mellé ne helyezzék el a gyertyákat és a mécseseket, hiszen tavaly is volt kisebb tűzeset a nyíregyházi északi temetőben. A következő napokban pedig a nyíregyházi temető Korányi úti ravatalozójában kegyeleti termékek kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők.